a magasztos játékszabály. Mindenkinek hoznia kell balfácán. Adott egy jól menő könyvkiadó vezetője Pierre és felesége Christine. Pierre és baráti társasága időközönként keres egy mulatságos lúzert, akit meghívnak egy közös vacsorára, majd a szerencsétlen vendégen szórakoznak, tulajdonképpen azon, mennyire komolyan veszi magát a meghívott, habár az egész este csupán színjáték. A társaság tagjai között egyfajta presztízs kérdés, ki visz nagyobb hülyét a vacsorára. Most éppen Pierre a soros, akinek egyik barátja találkozott a szenvedélyes makettépítő adóellenőrrel, François Pignonnal. Mielőtt azonban a balfácán vacsorát megtartanák, Pierre meghívja magához Pignont, ezért a Christine által eltervezett romantikus estének lőttek. Így kezdődik a bohózat, melynek próba folyamata sok örömet okozott a társulatnak. Örömmel dolgoztam, mert ezt egy nagyszerű szereposztásnak találom. Gyorsan kellett adaptálnom magam a körülményekhez, ugye ismert, hogy ezt Verebes István rendezte volna ezt az előadást, aki végül betegség miatt lemondta, úgyhogy pár héttel a kezdés előtt kellett beugranom rendezőként, ezért gyorsan kellett tanulnom nekem magamnak is. Egyrészt rohamtempóban kellett fölkészülni, másrészt közben is gyorsan adaptálni a fejemben lévő elképzelést az éppen zajló munkához. Ugyanakkor, mivel annyira nagyszerű színészekkel volt szerencsém dolgozhatni, ezért én jól éreztem magam benne. A Balfácánt vacsorára című bohózat filmen és színpadon is egyaránt nagy siker. A rendező szerint ennek több oka is van. Nagyon egyszerű, szövevényű színdarabról van szó, tehát egy pillanat alatt átlátja az ember, hogy ki merre tart, vagy mit akar, és onnantól nincs más hátra, mint hogy jól mulasson. Ami miatt én személyesen nagyon szeretem az, hogy nagyon sok szeretettel kezeli a figuráit, a legbalfékebbet is, és a legrosszindulatúbbat is tulajdonképpen szeretettel formálja meg ez a szerző, és ezért mód nyílik arra, hogy a néző a legnagyobbtól a legkisebb szerepig mindenkivel azonosulni tudjon, és így aztán felismerve benne valamit, ami ő benne magában is benn van, tudjon nevetni. Pignont a könyvelőt Horváth László Attila alakítja, Pierre figuráját Rák Zoltán, feleségét Christine-t Kuti Patrícia, Zsüsztöt, az írót pedig Nagyidai Gergő kelti életre a Móricz Zsigmond Színház szombati premierjén.